azt kell, hogy elmondjam, hogy örülök annak, hogy itt van Szabadkán Sandviken polgármestere, a svéd királyságból. Sandviken körülbelül egy olyan 40-50 ezres nagyságú város, de viszont egy nagyon fejlett ipari város, egy részben másosorban pedig a fejlettségét elsősorban annak is köszönheti, hogy komoly tudományos fejlesztési kapacitásai vannak elhelyezve ebben a városban, amely Stockholmtól körülbelül 150 km-re található. A polgármesterünk nem először van itt Szabadkán, mi egyszer ötödször jönnek már el a városnak a képviselője Szabadkára, és kezd kialakulni egy perspektív kapcsolat képződése a két város között. Jó pár olyan projektumról beszéltünk, amelyet közösen tudunk megvalósítani, amelyeket elsősorban a Sandviken támogatásával és segítségével tudunk megvalósítani az európai alapok irányába, és mindenféleképpen egy jó pár olyan téma van, amely számunkra is fontos, elsősorban a gazdasági és a vállalkozások fejlesztésére vonatkozóan olyan projektumok, amelyek megvalósulnak, akkor Szabadkán is egy komoly, hát azt mondom, előlépést jelentenének a gazdasági fejlődés és a tudományos fejlődés területén. Örülök annak, hogy a polgármester úr másodszor is eljött Szabadkára, jól érzik magát, és azt gondolom, hogy a két városnak az együttműködése az kecsegtető és gyümölcsözhető lehet az elkövetkező időszakban, hiszen jó pár olyan témáról beszéltünk, amely mind a két városnak az érdeke mentén megvalósulhat az elkövetkező időszakban.